Északbácska településein továbbra is találkozni bevándorlókkal. A helyiek tartanak attól, hogy a görög-török határon kialakult helyzet miatt még inkább megnő a migránsok száma. Ez biztos, hogy félelmet kelt a faluba. Ez mindenki fél tőlük, mert ez a sok betörést halljuk mindenfelé. Itt is idősek vagyunk, még a fiatalabbak is, gyerekek is, mindenki. Félünk tőlük, mert ugye ez már annyira sok, hogy ez már a másik, meg hát arról ne is beszéljünk, hogy valami fertőzést hozhatnak. Hétfőn a délutáni órákban egy nagyjából 20 fős afganisztáni csoport várakozott a buszállomáson Palics és Szabadka között. Az egyik afganisztáni fiú szerint már többször megpróbált átjutni a magyar határon, eddig sikertelenül. A görög-török határon kialakult helyzetről is hallott. Turkish police is good, also Greece is also good, but Bulgarian police beating us very hard. They have dogs, they are eating passengers. A szabadkai vasútállomáson egy nagyjából 10 főből álló szíriai csoport is arról számolt be, hogy számos alkalommal megpróbálkoztak a magyar határon való átjutással. Egy 24 éves szíriai nő arcát nem vállalva beszélt. I tried to cross twice. I have no plan because just exhausted right now. But it's 3 or 4 ways to cross the border and all of them are just controlled. A helyiek szerint az utóbbi napokban látványosan megnövekedett a migránsok jelenléte. A menekültek egyike sem szeretne Szerbiában maradni, céljuk a nyugat-európai országokba való eljutás.